Újabb klipet forgattak a könyvtáros srácok, akik által már az egész országhoz közelebb került, például az orosz irodalom is. A könyvtári hírmondók most születésnapot ünnepelnek, és bár én tortát nem hoztam, szeretettel köszöntöm Szabó Dénest. Szia, jó estét nagyon kívánok! Nagyon szépen köszönöm, jó estét kívánok, és a nézőknek is. Boldog születésnapot! Nagyon szépen. És nem csak neked, hanem társadnak is, ugye meg kell említeni, hogy nem egyedül csinálod a könyvtári hírmondókat. Természetesen, hanem Zsolti kollégámmal, de ő dolgozzon, úgyhogy most ne is jöjjön. Na, mielőtt rátérnénk arra, hogy ti hogyan ünnepeltek, és milyen klip fog hamarosan majd kikerülni a közösségi oldalra, menjünk vissza az időbe 4 évvel ezelőttre. Hogyan jött az alapötlet, ott ismerkedtetek-e meg Zsoltival, vagy volt-e már esetleg korábbi kapcsolatotok, egyáltalán mi alapján jött létre ez a könyvtári hírmondók? Hát ez úgy jött létre, hogy én 4 évvel ezelőtt augusztusban kerültem ide a könyvtárhoz, mint rendezvényszervező, és ugye Zsolti már ott volt. Hamar megtaláltuk az alaphangot, mert ugye, hogy szokták ezt mondani, hogy 2 hülye egy pár, úgyhogy hamar közös hangot találtunk, és így már egy hónappal, és akkor is ismerkedtünk meg, én őt nem ismertem, meg ő sem ismert engem azelőtt. Szóval megismerkedtünk, és kitaláltuk, hogy lesz egy rendezvény, és akkor hogy csináljunk egy ilyen rövid videós bejelentkezést, ne csak plakát útján hirdessük a rendezvényt. És ugye ez olyan sikeres lett, hogy utána elkezdtük a rendezvényeinket ilyen kis filmekkel reklámozni, promózni, amiből aztán ugye kinőttek ezek a nagyobb dolgok is. A könyvtárvezetés mit szólt ehhez, hogy újítottatok? Hát örültek is, de amikor már néha voltak ugye nagyon elvetemült ötleteink, akkor azért vakarták a főkét, de egyébként mindig támogatóak voltak, úgyhogy nem nagyon voltak cenzúrák. Nem tudom az országban egyébként mennyire tudtatok körbenézni, vagy hát amikor kijöttetek az orosz irodalommal, akkor azért országos hírnévre tettetek szert, és akkor ott többször elmondták, hogy a könyvtár, amikor az emberek egy könyvtárra gondolnak, akkor egy ilyen hidegebb történetre gondolnak, nem egy ilyen lazaságra. Ebben úttörőek vagytok szerinted? Hát ezt pontosan nem tudom megmondani, de valószínűleg igen, mert most például erről kellett előadást tartanom a legnagyobb könyvtáros vándorgyűlésen. Igen, igazából ez is volt az egyik cél, azon kívül, hogy az olvasást, a könyvtárakat népszerűsítsük, hogy ezeket a sztereotípákat lebontsuk, hogy a könyvtár az egy ilyen unalmas hely, csak olvasni lehet csöndben, a könyvtárosok ilyen szürke kardigános emberek, akiknek az a munkájuk, hogy ennyit csinálnak, és hát szerintem azért sikerült úgy, hogy más már könyvtárosokra nem úgy néznek rá. Amúgy ezt mindenhol el szoktunk mondani, meg hogyha több könyvtárossal is beszélünk az országban, hogy egyébként bátran lehet követni ezt a mintát, amit mi csinálunk, mert kell hozzá egy-két ilyen elvetemült ember, mint itt van, és akkor hajrá! Milyen folytatása lett például az első klippeteknek utána? Találkoztatok olyan fiatalokkal, akik azért mentek be a könyvtárba, mert látták a videóitokat, és kedvet kaptak ahhoz, hogy elolvassanak egy könyvet? Igen, szerencsére az összes ilyen irodalmi klipünknél volt olyan, hogy kicsit megnőtt az érdeklődés az iránt, az irodalom iránt, amit éppen megzenésítettünk, hogy lehet így mondani. Nem volt még olyan, hogy egy író megkeresett titeket, hogy jó lenne, hogyha az én könyvemet is promóznátok, hogy minél többen vigyék ki? Nem, én ilyen felkérésről még nem tudok. Az elmúlt 4 év alatt mennyi klipet készítettetek, milyen olyan történések vannak, amire nagyon szívesen emlékszel vissza? Mármint csak a klipekről, vagy úgy? Úgy általánosságban. Úgy általánosságban. Hát én nagyon szerettem, ez még ugye a pandémia idején volt, ott ilyen filmelőzeteseket csináltunk, ott is teljesen szabadjára lehetett engedni a elég elborult fantáziánkat, ott is csináltunk egy trilógiát, ami szintén elég felkapott lett így a közösségi médiában, de hát természetesen ugye a klippek azok a legsikeresebbek, meg amiben a legtöbb munkát öljük, amiket nagyon szeretünk, és hát hogy volt az a kérdés elején? Mi mondjuk a legkedvesebb emléked az elmúlt 4 évből? Ó, hát csak kedves emlékeim vannak, igazából nem tudnék egyet sem most kiemelni. Mesélj már egy kicsit a kulisszatitkokról, hogyha bent forgattok a könyvtárban, akkor megvárjátok azt az időt, amikor senki nincs ott, vagy volt olyan, hogy megkérdeztétek, hogy nem gond-e, hogyha mi ott bohóckodunk egy picit 2 méterrel arrébb tőled, és esetleg mögötted ott hallottad, hogy kuncog valaki a könyv fölött, miközben ti forgattok, hogyan zajlik maga a forgatás? Nem, természetesen a forgatás az akkor zajlik, amikor nincs bent olvasó, mert ugye nálunk egyértelműen az olvasó az első, szóval akkor nem zavarjuk a könyvtári rendet. Úgyhogy ez vagy a nyitás előtt kezdünk el forgatni, vagy azon a napon, amikor zárva van a könyvtár az olvasók előtt.
Na akkor térjünk át a klipre, mert hát azt már beharangoztátok a közösségi oldalon, hogy egy új klippet forgattatok. Mi az, amit erről el lehet árulni, mert ugye azt nem mondtátok meg, hogy miről szól, bár a hozzászólások között egyébként a legtöbb voksot a francia irodalom kapta. Igen, úgyhogy hát most már nem árulok el nagy titkot, hogy egyébként nagyjából eltalálták. Na, akkor ügyesek kedves, voltak. Igen, a kommentelők eltalálták, hogy igen, most a francia irodalomról lesz szó. És most, mielőtt bejöttem a stúdióba, kaptam a hírt a vágóoperatőrtől, rendező úrtól, hogy el fog készülni, és szombaton 5 órakor lesz a premier. Premier. Na hát akkor már azt is tudjuk, hogy szombaton 5 órakor érdemes nézni a közösségi oldalatokat, és akkor láthatják a legújabb klippet. Mire számítasz egyébként? Fog akkor átütni, mint a korábbiak? Hát ezt sose lehet tudni, mert sok mindentől függ, hogy éppen mi. Ezt tényleg nem lehet megjósolni. Miért pont a francia irodalom? Hát ez egy jó kérdés igazából, mert amikor ugye már így noszogatnak minket, hogy mikor jön már a következő klip, mindig utcán megállítanak minket, vagy tényleg a könyvtárba is szokták kérdezgetni, és akkor jó, hát akkor mi legyen a következő, és akkor most is egy zenéket kezdtem el keresgélni, hogy ezeket a free beateket, és jött szembe egy ilyen, hát számomra kicsit ilyen francia sengzás, hát mondom, akkor legyen francia, úgyis egyébként sokan kérték már, hogy legyen az, úgyhogy erre esett a választás. Klipforgatásról árulhatsz el részleteket? Természetesen. Berger vezetett. Az ő kocsijával mentünk, ami egyébként sajnos egy kis kárt is szenvedett, mert tönkrement a hátsó kinyitóka. Úgyhogy ezúton is elnézést kérünk tőle. Amúgy megint több helyszínen forgattunk, ismét ugye próbáltuk reklámozni. Gyöngyösen is különböző helyeken voltunk, meg fent a Mátrában is. És hát még egy fontos kérdés, ugye ti hirdetitek a könyvek szeretetét, az olvasás szeretetét, ti magatok is szerettek-e olvasni? Természetesen. Ezeket a könyveket is elolvastátok egyébként, amelyek megjelennek a klipjeitekben? Hát azt sajnos azt nem mondhatnám, hogy az összeset elolvastam, de azért törekszem arra, hogy ne ilyen látatlanba írjak bele a szövegbe olyan könyvet, amit egyébként én magam nem is ismerek. A születésnapot ünneplitek-e valamilyen formában, vagy majd a klip megjelenése lesz maga az ünneplés? Hát természetesen mi munkával szoktuk ünnepelni ezeket a dolgokat, most is munkával ünneplünk, de biztos lesz egy kis szolid ünneplés majd szombaton. Hát akkor boldog születésnapot, könyvtári hírmondók, és akkor szombaton 5 órakor lesz a klipnek a premierje, meg fogjuk mi is nézni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen. Köszönjük szépen a figyelmet, pénteken is lesz Gyöngyös, ma tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!